Szép jó estét kívánunk mindenkinek, szeretettel köszöntöm a kedves közönséget, és a Duna TV nézőit is egyben. Hát most el fogok árulni egy titkot, legalábbis úgy készültem, de azt hiszem ez egy nyílt titok, Budapest egy kicsi falu, úgyhogy már mindenki tudja. Úgy tűnik, hogy az ünnepeltek nem egészen tudják, még nem egészen vannak tisztában a helyzettel, nekik elárulom. Ez az egész koncert egy szépen becsomagolt cakpak nagy születésnapi ajándék, a legszebb férfikor a 40. évnek a tiszteletére. És hát, hogy ki az ünnepelt, ugye azt egy matematikai képlettel ki lehet számítani, mert ugye az szerepelt a koncert meghirdetésében, hogy zene plusz vers egyenlő élet, de hát mi ezt nagyon jól tudjuk, hogy ez egy hibás egyenlet, ugyanis, hogyha azt mondjuk, hogy zene plusz vers egyenlő x, akkor x egyenlő kaláka. Tehát... Éppen ezért nagy szeretettel köszöntjük a Kaláka Együttes tagjait. Ha valaki e neveket nem ismerné, Grillus Vilmost, Grillus Dánielt, Radványi Balást és Bece Gábort. Ők úgy tudják, hogy zenélni jöttek, de ez tulajdonképpen nem igaz. Mindent szabad nekik, csak zenélni nem. Mert hogy itt mégis egyfolytában kaláka számok fognak elhangzani a színpadon, mégpedig a mai rock, pop, jazz és folk élet apraja, nagyja fogja őket előadni. Ezt kell nekik végighallgatniuk, és akkor bele is erre vannak kárhoztatva, így jár, aki 40 éves lesz, és még valamit bele is vágnék rögtön a műsornak a kellős közepébe, hiszen ha valaki valamire való hőssé válik, akkor előbb-utóbban épp ajkára kerül. Ez a veszedelem kiváltképpen leselkedett a kalákára, hiszen annyi népmese alá fütöttek be megfelelő jó muzsikával, és hát bizony íródott egy olyan népmese, abszolút autentikus adatközlőtől gyűjtöttük be, amelynek a főhőse nem más, mint a Kaláka Együttes. Ezt fogjuk most látni és hallani is, mégpedig azért, mert a megfelelő kalákás aláfestést Ferenci György és a Racka Jam fogja biztosítani, és a Kecskeméti Rajzfilm Stúdió keze művét dicséri majd, amit a képen látni fognak. Egyszer volt, de tán kétszer is, vagy háromszor, ahányszor a Tisza TV ismétli. Volt egyszer a híres neves Csopaki utcában, kettő se nem kicsi, se nem nagy, éppen hozzám való vagy építészlegénke. Nem olyan izege, kivagyiskodó kupcihérek, ugye, szóval jóforma legénkék. Az egyiket Grimbus Dánielnak, vagy hasonlónak hittak, aztán az ablakon vetette ki a körzőt, belé is állott egy arra röppenő jókora gellébe. A másik, Emennek a testvére, csak Grimbus nevezetre hallgatott, ez is, Vilmos lett a Szent Kereségben, pilinkáztak körülötte a gyerekcsék, mint a muslincák a szőlőprés körül, ő meg csak zümmögött és dünnyögött és mormogott nekik, hogy maszkabált járjanak. Csatlakozott hozzájuk Rece Gábis, aki se szakállal, se bajusszal nem tüsténkedett. Mihent pehely serkedzett ábrázatján nyomban lemetélte azt. Hú, ez aztán csípdeste naphosszat a medve nagybőgőjének a pocakját. Az meg csiklandósan vickándozott, brummogott beléje. Nem állhatt a zeneszó nélkül, a negyedikük sem, rám vári Blázs uram gitáriumát ölelgette, szakasztott úgy, ahogy fehér szemét szokás. Pörölt is az a keze alatt, mint egy zsörtös oldalborda.
A Grimbuszok is, nosza, marokra vették a Pikulát meg a Lantot, Uzsgyi, rázendítettek ők is. Csak így pönögetnek hát, szikra pattanik az egyik fejéből. Legyene, hászen hagy, magyar népesében volna. Nem, de nem neki erednénk világot látni, királyok szolgálatjába állani. Ujjám, az bizony jó volna, ha volna, meg ha a garaska is kerülne mellé, hiszen a cincogatásban kipárad az ember, ehetnék is, ihatnék is, már ha van mit. Amint puspognak, elébük toppan egy csodaszép lányzó. Egyet se féljetek, ti derék építész legények. Eljuttok ti mindenhová, ha megsegéllek, bízzátok ide a dolgot. Minden ablakotokra lógasztok egy-egy varázsfüggönyt, ahányszor azt odébb vonjátok, mindig csodát lássatok. A világ szép tündér, ahogy volt, eltűnt. Rece Gábris felcsippenti az éjszakra csüggő függöny szélit, s hát, uramfia, egy mesebéli zeneszerszámbódban tanálják magukat. Fognak ott tekenős páncérjából szerkesztett lantot, kélgyóforma klarinettot, dalnoknak való kobzát, cirregő citerát, dongóbogár dorombot, sokfajta visító fruglát, talján mandolintot, nyanyakén nyekergő nyenyerét, csöngőket, kotyogókat, csimbalmokat, zurrogó és duhogó hangszerszámokat, csaptak velük országos zenevonát. Következőnek Rámvári uram settengett oda a keletre irányzott ablakhoz, meg ráncigált a pendejét, s csak úgy álmélkodott, mi lakik alatta. Jó forma várkasté, nem más, ippeg négy toronnyal, hanem azok úgy föstöttek, mint négy tölcsérre való jégkása kupacok, valami óriás leharapta a tövéket. Ó, akad ezen bevégezetlen munka, 24 építész legénynek is. Olyan szorgosan munkálkodtak, hogy zenéből a négy torony égre dalmaudott, még a vaskakas is elkukorította magát a tetején. Ennek hallatán évről évre más rengeteg muzsikusok csődültek, versengve tornyozták mind fennebb a számlálhatatlan építőköveket. Ilyen várkastély nem akadt még egy az országban. Rimbusz Vilmos Semrest oda óvakodik a délre világló ablakhoz, de nem bágódik hanyatlag attól, amit ott lát. Nincs is ott egyéb, mindösszesen négy pár csizma. No hiszen, alig toppantak belé a csizmákba, szörnyű módon megindult velük a világ. Összecsippentett szemű emberkék seregét pillantották meg, mintha aludnának mindegy szálig. Nem aludtak ám, csak épp hogy japánusok voltak. A legényeknek még a feje is szédült. Annyi nagykalapos amerikánus, kucsmás kozák, csigafaló francúz, makaronni nyelő talján táncolt el előttük hullogatva. Amint lerúgták magukról a 77 mérföldes csizmákat, Grimbusz Dániel uram ódalát addig furkódta a kíváncsiság, míg nem belesett a negyedik függöny mögé. Kitárult egy nagy kapu, harsona szó hangzott, és komoly férfiúk nehéz szobrot nyomtak a felettébb csodálkozó legények kezébe. Kossuth Lajos apánk nézett le arról borzasan, nagy dévajul rájuk is kacsintott. Ők meg aztán mi egyebet tehettek volna, rázendítettek újfent, és táncolnak, dalolnak, zengedeznek azóta is. Táncolni, dalolni, zengedezni fognak eztán is, míg a világ világ, s még vagy 7 nap. Vagy talán 7 és fél is lesz az.